keresztapa. Több mint egy hete vagyunk túl Donald J. Trump megválasztásán. Hiába az eltelt idő, ez az egész valahogy még mindig szürreálisnak és hihetetlennek tűnik. Leginkább azért, mert rohadtul szürreális és hihetetlen. Nekünk, magyaroknak van egyfajta edzettségünk az abnormális politikai helyzetek valóságként történő elfogadásában. Lévén már 6 éve élünk a Nemzeti Együttműködés rendszerének elnevezett ketrecharcban, amiben az együttműködés kizárólag arra korlátozódik, hogy a kormány tagjai együttműködésben leosztják maguk között, hogy az aktuális héten épp ki fogja meggyomrozni a magyar népet. Hogy pontosan mit fog elkövetni elnökként Trump, ma még nem tudjuk. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy az elnöksége borzalmas lesz, és egészen újszerű, ma még el sem képzelhető szörnyűségek várnak majd ránk. Ezért nagyon fontos, hogy ne tekintsük azt egy normális állapotnak, hogy ez az ember lett a világ legnagyobb katonai hatalmának az első embere. Már csak azért sem, mert így is túl sok botrányosan abnormális helyzetet fogadtunk el, már eddig is normálisnak. Ma Magyarországon normális, hogy Rogán Antalt akárhányszor is érjék tetten közpénzrabláson, az semmit nem ront a kormányzati pozícióján. Ezek politikai blöfftámadások, amelyeket ezután sem vettem, eddig sem vettem komolyan, ezután sem veszek komolyan, és még egyszer mondom, minden egyes támadás, amit eddig hallottam, ezekben a témákban a miniszter úr iránti bizalmat növelte. Persze, hogy növelte a bizalmat Rogán irányába, hisz ez is megerősíti, hogy Rogán Antal jó beosztottja, aki felkészülten végzi el a rá kiszabott munkát. Ott szivattyúzza a közpénzt, ahol csak éri. Ez az adás most arról a politikai rémálomról fog szólni, ami több mint 2 évtizede tartja fogságban a magyar népet, és aminek következtében azt az egészen elképesztő és ijesztő állapotot a valóság normális részének tekintjük, hogy Magyarországon a rendészeti szervek, a nemzetbiztonság, a titkos szolgálatok, sőt, még a közmunka programok feje is 2010 óta Pintér Sándor. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Slime, a torkorogat politika. Pintér Sándor nem sokkal a II. Világháború után született 1948-ban, ami azt jelenti, hogy idén már a 68. életévét tapossa. Előbb a rendőrtiszti főiskolában, 86-ban az ELTE jogtudományi karán diplomázott, vagyis ugyanott, ahol egy évvel később maga Orbán Viktor is. Hogy Pintér találkozott-e ebben az időszakban Orbánnal, és ha igen, milyen benyomásai lehettek a 40 éves zsarunak a 20 éves loboncos lázadóról, arról csak a grafikusunk fantáziája tud közelítőleges képpel szolgálni. Pintér a ranglétra legaljáról küzdötte fel magát a rendvédelmi állomány főfejesévé. Gépkocsizető volt a belügyben, de már 72-től Zuglóban dolgozott segédnyomozóként, majd fokozatosan lépdelt felfelé, hogy aztán közel 2 évtizednyi ranglétra taposás meg egy rendszerváltás következtében 91-ben Budapest rendőrfőkapitányává, majd alig fél évvel később az országos rendőrfőkapitányává váljon. Ez az első olyan jól dokumentált pozíciószerzése, amelyben már kimutathatóak azok a visszásságok, amelyek az egész későbbi karrierútjára jellemzőek lesznek. Nézzük meg, hogyan is vált Pintér Sándor Budapest főkapitányává. 1990. október 25-én kirobbant a rendszerváltást követő egyik legnagyobb tömeg megmozdulás, a taxis blokád. A blokád oka az volt, hogy a benzinárak drasztikusan 65%-kal megemelkedtek egyik napról a másikra, a kormány pedig felelőtlenül kezelte a helyzetet és össze-vissza hazudozott. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Barna Sándor kijelentette, amelyben parancsot kap a tömegek elleni erőszakos fellépésre lemond tisztségéről. Rendőri berkekben lábra kapott legenda szerint Pintér ez időtájt ajánlotta magát az akkori kormánypárt az MDF meghatározó személyiségének figyelmében, mondván, ha ő lenne a főváros első számú kopója, úgy kemény kézzel, radikális eszközök igénybe vételétől sem visszariadva lépne fel az elégedetlenkedőkkel szemben. Ami tény, 91. márciusában már ő volt Budapest főrendőre, alig fél évvel később, 91. szeptemberében az akkori belügyminiszter Boros Péter pedig kinevezte országos főkapitánnyá, a kormányzó MDF és annak legbefolyásosabb alakjának maximális, feltétel nélküli bizalmát élvezte. Pintér tehát kevesebb, mint 2 évtized alatt a rendőrszakmai ranglétra csúcsára ért, és a rendszerváltás kezdetétől fogva a legmagasabb pozícióból irányította a teljes magyarországi rendvédelmi állományt. Én azt kértem dr. Pintér Sándortól, az új országos rendőrfőkapitánytól, hogy
a rendőrség érdekében és ezáltal a közbiztonság érdekében kövessen el mindent. Pintér pedig így is tett. Országos rendőr főkapitánykodásának ideje alatt szó szerint mindent elkövetett. Hogy a közbiztonság érdekében-e, az már más kérdés. De afelől ne legyen kétségünk, hogy Pintér valóban mindent elkövetett, hiszen ezt épp minisztertársa Semjén Zsolt nyilatkozta a 2010-es kormányalakítás után meglehetős egyértelműséggel. Pintér Sándor lett a belügyminiszter, másnap megszűntek a robbantások. Hogy csinálta? Az az ő dolga. Nos, így jellemezte Semjén az első Orbán kormány óta örökös belügyminiszter Pintér Sándor hatékonyságát. Vegyük végig, hogy milyen elévülhetetlen érdemeket szerzett magának országos rendőrfőkapitányként ez a sajátjai szerint is gátlástalan hatékonyságról tanúbizonyságot tevő férfiú. A rendszerváltás egyik legemblematikusabb szervezett bűncselekmény sorozata a híres neves olajszőkítés volt. Az olajszőkítés lényege Dióhéjban az volt, hogy a részben balfasz, részben tudatosan a csalást elősegítő magyar állam olyan törvényt alkotott, amelynek értelmében a gázolaj után adót kellett fizetni. A háztartási tüzelőolaj után, ami ugyanúgy gázolaj volt, viszont nem. Ez elvégben azt a célt szolgálta volna, hogy a lakosság olcsón jusson tüzelőanyaghoz, és így olcsón tudjon fűteni. Csak hogy a kereskedelem liberalizációjával egy sor olyan cég alakult, amely papíron háztartási tüzelőolajat hozott be. Aztán a fekete és a szürke gazdaságban ezt az olajat üzemanyagként értékesítette tovább, a normál, legális üzemanyagnál jóval olcsóbban. Ez egy részben nagyon primitív módon, részben viszont egészen elképesztő kiterjedtséggel működtetett csalássorozat volt, amelynek a részleteiben most sajnos nem tudunk belemenni. A lényeg, az egész olajozásról azért tudtatunk egyáltalán részleteket, mert az ügy koronatanúja, a maga is olajszőkítő Nógrádi Zsolt 2000-ben részletes vallomást tett az olajügyeket vizsgáló parlamenti bizottság előtt. Ebben elmondta, hogy politikusok és rendőrök hogyan vettek részt a brutális csalássorozatban, az ő elmondása szerint éveken keresztül, évente mintegy 30 millió liternyi olajat szőkítettek, és ennyi olaj után csalták el a közterheket, ami 1000 milliárdos nagyságrendű kárt okozott a magyar állam számára. Nógrádi elmondása szerint maga Pintér is részese volt ennek a bűnszövetkezetnek, sőt, konkrétan több 10 milliót kapott az olajmafiózóktól a rendőri védelmért a félrenézésért cserébe. Nógrádi állításainak valóságtartalmát soha nem vizsgálta a magyar bíróság az általa megnevezett politikusokat, az egykori rendőri vezetőket, köztük Pintér Sándort, se tanúként, se gyanúsítottként nem hallgatták ki, mivel mind mentelmi jogot élveztek akkor, amikor az ügy kipattant, vagyis 2000-ben már Pintér Sándor is. Pedig Nógrádi elmondása szerint az olajügyek fő kedvezményezettjei a politikusok és főként a pártok voltak, akik épp a masszív részesedésük miatt egyszerűen érdekelté váltak abban, hogy az olajügyeket ne piszkálják a hatóságok. Az MDF akkori vezetői itt lébecoltak, sokan erre is laknak, és ők hordták el a védelmi pénzt. A férfi volt, és a beszeneve egy madárra utal. A magyar politikai élet vezetőinek egy jelentős része az ő álláspontja szerint részese volt az olajszőkítésnek, az olajüzletnek. Ugye? Jól értelmezem. Igen. Nagyon egyszerűen lehetne ezt a kérdést kontrollálni, elég volna csak tisztázni a vagyoni helyzetüket, és olyan tiszta képet kapna az ország ezekről az emberekről, hogy öröm volna nézni. Kire gondol? Akikről szó volt a korábbi időszakban. Azért nem mondok direkt neveket, mert többernek nézek most jelenleg is elébe. Jó, de én tudom, hogy kikről volt szó. Ugye szó volt Pintér belügyminiszter úrról, szó volt Szabó Ivánról, szó volt Lezsák Sándorról, Futakinéről, ugye az SZDSZ-es képviselő feleségéről. Őrőlük beszél? Én direkt nem mondtam a belügyminiszter nevét, hanem amikor a tanú elmondta, akkor úgy beszélt a nevezett szeméről, hogy ő a akkori országos rendőrfőkapitány
emlegette, és én direkt így nyilatkoztam a sajtótájékoztatón. Tehát ez ő volt. Ez egy dolog. De akkor a kritika az ő munkájával szemben. Igen, tehát az ő vagyoni helyzetét meg kellene nézni, ez az ön véleménye, és akkor kiderülne, hogy pénzt nem kereshetett meg miniszterként vagy rendőrként? Nem csak az övét, hanem általában azokét, akik most nagy hangon tiltakoznak és prüszkölnek a olajbizottság munkája ellen. Az előbbi bejátszón látott Pallag László volt a vezetője annak a parlamenti vizsgálóbizottságnak, ami az olajügyek feltárására szerveződött. Ő maga nem balfasságból vagy gyávaságból beszélt ilyen félszegen. Az interjú készítésekor már masszívan folytak ellene a lejárató kampányok és a rágalmazás miatt indított perek. 2000. decemberében a Fővárosi Bíróság Pintér Sándor javára döntött, aki személyiségi jogi pert kezdeményezett Pallaggal szemben, és végül másodfokon Pallagot 1 millió 250 ezer forint megfizetésére és nyilvános bocsánatkérésre utasította. A parlamenti vizsgálóbizottságot aztán végül feloszlatták, elnökét ellehetetlenítették, az összes keletkezett dokumentumot 80 évre titkosították. Pallag pár évvel ezelőtti tragikus haláláig önkéntes vidéki számüzetésbe vonult, és a parlamentből történő kikerülése után soha többé nem adott interjút senkinek. Pintért az országos rendőrfőnöki székéből végül 96 végén mozdítja el az akkori SZDSZ-es belügyminiszter Kuncze Gábor hosszas unszolás után. 1996 karácsony előtt Pintér Sándor, az országos rendőrfőkapitány így nyugdíjba ment. Hogy sértett volt-e? Nem tudni. Hamar föltalálta magát. Biztonsági vállalkozásokba kezdett. Mindenféle pletykák keringtek róla, hogy bűnözőkkel került kapcsolatba, hogy egy piacot akart megszerezni, és hogy egy alkalommal biztonsági cégének vásárolva egy olyan német emberrel üzletelt, aki bombákat készített. Ma már tudjuk, Pintér országos rendőrfőkapitányi posztjáról történő leléptetése és még az első belügyminiszterségének elnyerése közötti bő másfél évben többször is találkozott a később csak bombagyárosként elhíresült német állampolgárságú Dietmar Klodóval. Pintér ezt legelőször 98. szeptember 28-án, mint az első Orbán kormány belügyminisztere, letagadta az RTL Klub híradójának, de már két nappal később a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatásán úgy módosítja a vallomását, hogy nem zárható ki, hogy találkozott Dietmar Klodóval. Klodó aztán 2013-ban egy a HVG-nek adott interjúban elmondta, hogy több mint háromszor találkozott Pintér Sándorral. Pintér ezt az értesülést a mai napig nem kommentálta. Klodót bűnszövetkezetben robbanóanyaggal történő visszaélés miatt neszelték el. Egyik bűntársa Leonid Kolcsinszki volt. Kolcsinszki a kihallgatás egy pontján kérte, hogy ne vegyék jegyzőkönyvbe a mondatait, de a videokamera, ami az egész kihallgatást rögzítette, továbbforgott. A kihallgatást az olajügyekben is fontos szerepet vivő Sándor István Papa nevű nyomozó vezette, aki főnyomozója volt az ORFK központi bűnüldözési igazgatóságának. Mielőtt rátérnénk, hogy mit is mondott Kolcsinszki, tisztázunk el Sándor István szerepét. Ő 99-ben felajánlotta a segítségét a már említett Pallag Lászlónak, hogy tanúvallomást tenne az olajbizottság előtt. De mit tesz Isten, 2000. október 28-ai meghallgatása előtt egy nappal Sándor Istvánt letartóztatták hivatali visszaélés és vesztegetés alapos gyanújával. Ezek a képek 2000-ben készültek, akkor fogták el és tartóztatták le Sándor Istvánt. Hogy pontosan miért, az több mint 80 év múlva derülhet ki, az ügyet addig titkosították. Annyit lehet tudni, hogy egy nappal azelőtt fogták el, hogy az Országgyűlés Olajbizottsága előtt meghallgatták volna. Sándor Istvánt tehát végül felmentették 2004-ben, és a peranyagot egész pontosan 85 évre titkosították. Tehát ha valaki ezt a videót 2089. november 3-án nézné, majd legyen kedves bekommentelni, hogy mi a francért is helyezték igaztalanul előzetes letartóztatásba a rendőrnyomozót. Addig pedig már csak alig néhányat kell aludnunk. Viszont hiába helyezték akkor előzetesbe Sándor István, az olajbizottság így is ki tudta őt hallgatni a nyomozóhivatal épületében. A vallomásában ő mesélte el, hogy Kolcsinszki hogyan vallott, miszerint, bár nem szeretné jegyzőkönyvben mondani, de ő, mármint Kolcsinszki, Pintér tábornoknak több megbízását is végrehajtotta. És ha mindez nem lenne már önmagában brutál súlyos, Pintér legnagyobb és legjobban dokumentált botránya még csak most következik.
Az az emlékezetes bomba 1998. július 2-án robbant az Aranykéz utcában Budapesten, pontosan másfél órával azelőtt, hogy Orbán Viktor a parlamentben megtartotta a miniszterelnöki székfoglaló beszédét. Hogy a kettő között van-e összefüggés, nyilván sokan tudják, mi nem tudjuk. Ezt valóban nem tudjuk, amit viszont tudunk. Boros Tamás, egykori olajvállalkozó, részletes vallomást tett a rendőrségen az olajügyekkel kapcsolatban, amelyről videófelvétel is készült. Bár a tényleges vallomás mintegy 8 óra hosszan tartott, a vallomásból a közvélemény a mai napig csak egy alig 45 perces, megvágott verziót láthatott, ez megy most mögöttem is. Boros a vallomásában mások mellett Pintérre is terhelő vallomást tett, amelyben elmondta, Pintér konkrét tárgyi bizonyítékokat manipulált egy gyilkossági kísérlet során. A gyilkossági kísérletet Lakatos Csaba ügyethajtó ellen követték el 96. november 13-án, amikor még Pintér országos rendőrfőkapitány volt. Boros vallomása szerint Pintér megjelent a gyilkosság helyszínén és tárgyi bizonyítékokhoz nyúlt. Boros szavait alátámasztotta az a jegyzőkönyv, ami a helyszínen készült, és ami megemlítette, hogy Pintér valóban megjelent a helyszínen. Pintér ezt a botrányt 98-as kirobbanásakor hevesen tagadta, bár többször is ellentmondásba keverte magát. 98. szeptemberében még arról beszélt, hogy a gyilkosság napján vacsorán vett részt, amit nem hagyott el. Sőt, a Népszabadság 98. szeptember 29-i számában úgy nyilatkozott, hogy hazug az az állítás, miszerint egy telefonhívás miatt elhagyta volna az éttermet, és egy bűnügyi helyszíni szemlére ment volna el. Csak hogy ezt már másnap, szeptember 30-án cáfolja a Nemzetbiztonsági Bizottság előtti tanúvallomásában, amelynek sajtótájékoztatóján Pintér szó szerint ezt mondta, a rendőri intézkedésnél feltehetően megálltam, de ott helyszíni szemle akkor nem folyt, és sem olyan tevékenység nem történt, ami helyszíni szemlének nevezhető a büntetőeljárás vagy a kriminalisztika értelmében. Figyelem! Egy olyan eseményről beszél itt Pintér, amiről egy nappal korábban még azt állította, hogy nem jelent meg rajta. Ugyanezen a sajtótájékoztatón Pintér kijelentette, hogy a vacsora 22 óra 20-kor ért véget. Erre pontosan emlékezett, de arra már nem, hogy az éjszaka hátralevő részében hol járt. Az aktuális című tévéműsornak pedig már arról beszélt, bár az étteremből nem ment el, de röviden kiment telefonálni. Ám, idézett, a telefonálás után visszaültem. Összefoglalva tehát pontosan tudjuk, hogy soha nem hallgatták ki, mentelmi jogára hivatkozva, az olajügyekben vele szemben megfogalmazott vádakkal kapcsolatban még tanúként sem idézték be soha. Az általa indított rágalmazási pereket minden esetben megnyerte. Totál zavaros módon ötölt, hatolt Lakatos Csaba elleni gyilkossági kísérlet tárgyi bizonyítékainak kezelésével, még pontosabban a gyilkosság helyszínén történt látogatásával kapcsolatban. Saját bevallása alapján legalább egyszer találkozott Dietmar Clodóval, ami találkozott legelőször még tagadott. Clodó viszont három találkozóról beszél. Pintérrel szemben, tehát bőven a belügyminiszterség előtt már felhalmozódott annyi gyanús, zavaros vagy egyenesen bűncselekmény gyanús eset, amelyek miatt egészen abszurd és hihetetlen az a helyzet, hogy az ország belügyminiszterévé válhatott, pedig ez történt. Immár harmadik miniszteri ciklusát tapossa. Amit ebben a városban, ebben az országban művelnek az államháztartás kifosztárán túl, olajügy, ugye, mert több milliárd tűnik el az államháztartásból az olajgét ügyben, szerintem túl magasra nyúlnak a szálak, és azért nem merik tovább piszkálni ezt az ügyet, pedig én szerintem bizonyos rendőri szervek pontosan tudják az adatokat, és pontosan tudják a bizonyítékokat, ellenben kihúzzák aluluk a bizonyítékot, nem engedik őket tovább nyomozni. Most már kikristályosodik az emberek előtt, hogy Magyarországon csak két bűnszervezet van, akik a parlamentbe ülnek, és aki a hatóságoknál van. Nincs több bűnszervezet. Ez a kettő pont elég. Miért választotta Pintért Orbán Viktor miniszter évé 98-ban? Abban az évben, februárban Orbán egy a Magyar Narancsnak adott interjújában már védelmébe vette a 96 végén menesztett Pintért. Mondván, Pintér távozása óta még reménytelenebb lett a közbiztonság, ami igaz volt. Robbantások, nyílt színi kivégzések jellemezték 97 Magyarországát. Mégis nagy megrökönyödés váltott ki, amikor 98-ban Orbán előbb jelölte ki belügyminiszterének Pintért, mint hogy őt magát miniszterelnöknek beiktatták volna. A sietség sok kérdést vetett fel már akkor is, és aztán 99-ben sorra robbantak ki a botrányok Pintérről és a kormányról.
Dittmár Klodó, Székházügy, Schleck Csaba, Kaja Ibrahim, Simics Klajos, robbantások, 100 milliós köztartozások és fantomizált cégek, kifizetetlen számlák. Ha nem emlékeznél, hogy mik ezek a gyanús fideszes ügyek, akkor kattints ide, és pótold be azt az adást, ami a Fidesz felemelkedéséről és gazdasági hátországának kialakulásáról szólt. Ha esetleg azért emelte volna maga mellé 98-ban Orbán Pintért, hogy a pártfinanszírozási és meggazdagodási disznóságai kine derüljenek, rossz lóra tett. 99 végére az első kormányra kerülése után alig 2 évvel a Fidesz mocskos, bűnös ügyeitől volt hangos a sajtó. Ja, 20 év alatt semmi nem változott. Fölfedtük a szándékainkat, a szándékaink világosak voltak, egyenesek, becsületesek. Semmit nem titkoltunk el. Nehogy azt higgyék bennünket, ezek a hírek megrendítenek, vagy akár csak el is gondolkodtatnak. Ezek blöffök. Politikai blöffök. Így is tekintjük őket. Így is kezelem őket. És ez nagyon fontos. Orbánnak egyszerűen nem kérdés, hogy engedje el Rogán Antal kezét ezekben a napokban, mint ahogy az sem volt kérdés, hogy Pintér Sándort maga mellett tartsa-e, érjék akármilyen kritikák is. Politikájának ugyanis ez a lényege, és különben is Pintér épp azon ügyek okán került be a kormányba, amelyek miatt később a sajtóban támadták. Miért tette volna ki Orbán a szűrét, ha épp ezekért volt szüksége rá? Ugyanígy Rogán Antal sem a saját szakállára járt el, amikor meglovasított mindent, ami a keze ügyébe került, legyen az letelepedési kötvény, belvárosi ingatlan, vagy a jó ég tudja még mi minden. Neki ez volt a dolga. Ez a mi szakmánk. Most akkor mi abból élünk hivatalosan, hogy lopunk. Pontosan, Zsoltikám, jól mondod, épp ez a baj veletek. Vagy más szóval... Hát ez egy kicsit a színház része a dolognak, a fiúk teljesítményét a hétköznapok mérik le, és miután hétköznap még nem hibáztak, én úgy gondolom, hogy jó. Nyilván, neki jó. Az első Orbán kormány bukását követően Pintér az őrző-védő szakmában helyezkedett el újra. Sokáig azt lehetett hinni, hogy Pintér Sándor soha többé nem fog visszatérni a nagypolitikába. Wow, ezt most tényleg elhitted? Ajaj! Bízunk Istenbe, de szárazon tartjuk a puskaport. Vagy ha Istenben nem is bízhat annak földi helytartójában, Orbán Viktorban, annál inkább. Úgyhogy puskaporra nem is volt szükség. Orbán 2010-ben egyedüliként az első kormányából Pintér Sándort újra belügyminiszterévé tette meg. Pintér Sándor urat a belügyminisztérium vezetésére kértem föl. Tőle azt várjuk, azt várja minden magyar választópolgár, hogy állítsa helyre a közrendet és a közbiztonságot. Az ő esetében a munka a legnehezebb, mert nincs vesztegetni való idő. Ide egy tapasztalt rendőri vezető kell, aki úgy ismeri ezt a területet, mint a saját tenyerét. Ennek a szempontnak adtam elsőbséget. Ennek a szempontnak adott elsőbséget? Vajon milyen más szempontok kárára? Azért az egészen egyedülálló, hogy egy friss kormány első embere már a kormányalakítás első napján magyarázkodással kezdi az egyik legfontosabb munkatársának a bemutatását. Ehelyett akár azt is mondhatta volna. Szevasztok, ez itt Sándor, mostantól újra ő üldözi majd itt a bűnt, és ez engem is legalább akkora félelemmel tölt el, mint benneteket. De ez van, vigasztalodjatok azzal, hogy úgy hírlik, rablóból lesz a legjobb pandúr. Lépjünk is tovább. Örülnek neki? Igen. Igen? Ezt akartak? Akarta a rosszabbnek, örüljön neki a halál, de mégis visszatértél. Ezzel együtt Pintér Sándor renoméja csak nem akar javulni sem a második, sem a harmadik Orbán kormányban. Pörgessük át gyorsan, hogy mik a legnagyobb balhék, amelyek az elmúlt 6 éves miniszterségét övezték. 2011-ben hatalmas tiltakozást váltott ki, hogy a kormány eltörölte a rendvédelmi dolgozók. A tűzoltók, a rendőrök, a börtönőrök, vámosok és a katonák korkedvezményes nyugdíját. Pintér becsületére legyen mondva, hogy kiállt a feldődött tömeg elé, és beszédben szólította meg őket. Jó napot kívánok! El kell, hogy mondjam, hogy ilyen fogadtatásban még soha nem volt részem. Azt gondolom, hogy ezeket a törvényeket nem az utcán kell eldönteni. Ez a jelenlegi demonstráció is, még a korábbi is, ebben nem értünk egyet a szakszervezeti vezetőkkel. Ez akkor született meg, amikor még nincs végleges koncepció arról, hogy mit kíván a kormány. Ez a magatartás nem segít hozzá kell tegyen.
nem segít hozzá. Nem mondtam semmit, mit hazudhatnék, hát logikailag kizárt. Szóval Pintér kiállt a sajátja elé, a képükbe hazudott, és még kikérte magának, hogy ugyan mivel vádolják. Mert a lényeg ez. Az országgyűlés fideszes többsége elfogadta a törvénymódosítást, így 2012. január 1-től a kedvezményes nyugdíjazás lehetőségét elvették a rendvédelmi dolgozóktól is. És ezt 2013-ban végül az Alkotmánybíróság is jóvá hagyta. És ha ez önmagában nem lenne elég pofátlanság, Pintér 48 éves kora óta kapja a 163 000 forintos nyugdíját, jelenleg is a miniszteri fizetése mellett, vagyis végig úgy vezette a tárgyalásokat a korkedvezényes nyugdíj beszántásáról a szakszervezetekkel, hogy ekközben az ő apanázsa rég biztosítva volt már. Szóval még a nemzeti együttműködés rendszerének mércéjével mérve is egészen elképesztő ez a handabandázás és képmutató össze-vissza a beszélés, amit Pintér itt előadott. Azt köszönöm azt a megjegyzést, hogy össze-vissza szoktam beszélni. Szívesen, Sándorom. Pintér Sándor még a 8 évnyi MSZP kormányzat alatt építette fel rendkívül sikeres security cégét, a civil biztonsági szolgálatot. A vállalatnak több milliárdos értéke volt, nagyon erős pozíciókkal rendelkezett a magyar piacon, olyan nagy ügyfelekkel büszkélkedhetett 2010-re, mint a politikai elithez mindig közel álló OTP, a MOL, a MÁV vagy a Magyar Honvédség. Cégét Pintér 2010 elején adta el, amivel kvázi előre jelezte, hogy ő lesz újra a belügyminiszter a második Orbán kormányban. A civil biztonsági szolgálat nagyon furcsa körülmények között kelt el, egy 3 hónapos, 5 milliós alaptőkéjű cég vásárolta fel, amelynek egyedüli tulajdonosa addig csak egy veszteséges kisvállalkozásban volt érdekelt. Ez volt a Prostázia ZRT. Furcsa, hogy tudott ez a kicsi cégecske megvenni egy ekkora mamutot, ami évente 4,8 milliárdos forgalmat bonyolított és 710 milliós tiszta nyereséget produkált. A felvásárló cég vezetőit akkoriban az Origo megpróbálta felkeresni. Figyelem, 2010-ben járunk, akkor még volt igazi, független Origo, de a tulajdonos mintha elnyelte volna a föld, nem tudták utolérni, így nem derült ki, honnan volt elég tőkéje a szupernyereséges céghez. Egy biztos, Pintér úgy alakította a távozását, hogy azért olyan nagyon mégse kelljen eltávolodnia az évi 100 milliókat tejelő cégtől. Hogy miért? Figyelembe kell vennünk azt, hogy a mindennapos munkához a pénznek kész közelbe kellett lenni. Nyilván mi se várjuk el, hogy a forint 100 milliók a miniszter úr kész közelétől nagyon messzire kerüljenek, nincsekünk szőr a szívünkön, de aztán hiába volt a nagy mesterkedés, még így sem sikerült sem a látszat, sem a valóság szintjén elfogadható és törvényes keretek között intézni a cég eladását. Így például sokáig nem tudtuk, hogy hova lett az a pénz, amit Pintérnek papíron kapnia kellett a cégért. Ugyanis a vagyonbevallásai egyikében sem szerepelt ez az összeg. Ugyanakkor a Magyar Narancs megtalálta, hogy a NAV-nak leadott személyi jövedelem adó bevallásában szerepelt ilyen bevétel, ez alapján 2,6 milliárdért adta el a cégét. Pintér tehát dokumentáltan törvényt sértett, amikor a vagyonbevallásában nem közölt valós képet a vagyoni helyzetéről. De hát megesik ez fideszes főgazdagokkal. Van olyan gázszerelőből lett házi pénztárnak, aki 1 milliárdot felejt ki a vagyonnyilatkozatából, van, aki 2,6 milliárdot, ez is csak azt mutatja, hogy a hazáért végzett munka lázában becsúszhatnak, na, ilyen számolgatási hibácskák. Pénzkezelés nem volt kifejezetten szabályos. Tessék, ez egy önkritikus mondat, többet ne is kívánjunk mindannyiunk Sándorától. Pintér Sándor a nagy teherbírású, a rendvédelem mellett még a közmunkaprogram működtetéséért is felel. Hogy a közmunkaprogramra mi szükség volt, arról Pintér ékes szólóan beszélt 2013-ban. Egyértelművé vált, hogy a piac nem tudta sok esetben felszívni ezt a munkaerőhalmazt, sok esetben nem akarta felszívni, nem akarta foglalkoztatni. A piac nem képes felszívni ezeknek az embereknek a munkaképességét és munkaerejét. Volt még egy célkitűzésünk, hogy az elmaradt területeken a szociális színvonalnak, a munkaerő színvonalának a karbantartását el kell végezni.
Fel kell szívni, karban kell tartani. Pintének láthatóan egy életre beégett a sofőr múlt, mert konkrétan úgy beszélt több százezer emberről, mintha megjavítandó, újra kalibrálandó gépek lennének, és nem pedig nyomorult élethelyzetbe jutott, vagy egyenesen az állam által megnyomorított emberek. Ja, hát ebben végül semmi meglepő nincs, hiszen a megszégyenítés, a rendre utasítás, a feudális viszonyok 21. századi újrakialakítása nem véletlen mellékterméke volt a közmunkaprogramnak, hanem jól eltervezett következménye. A támogatási időt leszűkítettük, és ugyanakkor kötelező jelleggel írtunk elő számukra jelentkezési kötelezettséget, illetve hogy milyen munkát köteles elvállalni, függetlenül a képzettségétől. Ezt itt csak le se kell fordítani, Cucu maga mondja ki. A munkanélküliségben lévők anyagi megszorultságán tovább szorítottunk egyet. Ezzel közmunkára kényszerítettük őket, hogy épp milyenre az nem is lényeges, mert a végzettsége munkakedve nem számított, csak az, hogy a programba be legyen tessékelve. Vagyis Pintér nem pusztán szolgalelkű végrehajtója a magyar kormány emberkísérletének, amiről már a minden értelmes és független szakértő elmondta, hogy rossz, haszontalan, káros és szembe megy az emberség követelményének minimumaival is. Szóval Pintér nem pusztán egy lelketlen pártkatona, aki ennek az egész programnak a végrehajtásába beleáll, hanem egy meggyőződéses elnyomó. Meg lehet-e élni 47 ezer forintból? Ha megtermeli a saját településén azokat a javakat, amelyek az élelmezéséhez szükséges, mert kap hozzá magot, kap hozzá megfelelő nevelt állatot először, kap hozzá még egyszerűleg malacot, vagy most még kecskéket kérnek sokan, hogy a te is meglegyen minden nap, akkor meg. Persze, csak nem neked, Cucukám, meg az önkény uralmi társaidnak, hanem mindenki másnak, akiknek ti a nincstelenség sorsát szántátok, és nem... Nem csak az alapból másodrendű állampolgároknak kezelt közmunkások számára, hanem bizony a rendvédelmisek számára is. Pintér 2010 óta ugyanis nem pusztán a korkedvezményes nyugdíjuk megvonásában volt bűrészes, hanem abban a hitegetés sorozatban is, amit a fizetésük emelése kapcsán kellett végighallgatniuk az állomány tagjainak. Itt egy óriási adósságot kell legelőször törlesztenünk, ezen a területen is meg kell alkotnunk az életpályamodellt, hisz a kollégáink igénybevétele az már rendkívüli, és ennek az igénybevételnek megfelelő elismertségük még nincs meg. És azóta sincs meg, sőt, kilátás sincs arra, hogy valaha meglegyen. Eredetileg 50%-os béremelést lengettek be a rendőri állomány tagjainak, de ebből végül 15-30% közötti emelés lett csak. Ha ehhez hozzáveszünk a korkedvezményes nyugdíj megvonását, akkor erősen megkérdőjeleződik, hogy történt-e valóban bármilyen előrelépés a rendvédelmisek életkörülményeinek javításában. Pintér Orbán egyetlen minisztere, aki mindhárom kormányában vele tartott, és gyakorlatilag az egyetlen Orbán miniszter, akinek a számon kéréséről, a közel két évtizedes simliskedései és hazudozásai után a magyar társadalom mostanra gyakorlatilag lemondott. Miközben látjuk, hogy tisztázatlan, hogy milyen szerepe volt a 90-es évek elejének egyik legfontosabb, a magyar államot megkárosító és bűnbandák egész sorát kitermelő csalássorozatában. Miközben látható, hogy minimum kérdéses szerepe volt egy gyilkossági kísérlet nyomozásában, miközben látjuk, hogy a milliárdos vagyonáról nem vallott a hatályos törvényeknek megfelelően. Sem az elszámoltathatóság, sem a feltetetlenség, sőt, még a jó erkölcs alapvető követelményének sem képes megfelelni Pintér miniszter. A rábízott rendvédelmi és közmunkaprogramban dolgozók életszínvonalának emeléséért, munkakörülmények javításáért nem tett érdemben semmit, csak tudatosan becsapta és átgázolt azokon, akiknek a szolgálatára szerződött.